mi cégünk ez közel 700 hektáron gazdálkodik itt Nagyfüged vonzás körzetében. Alapvetően szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, benne a kalászosok, a repcével is szoktunk próbálkozni, akkor most van egy új növényünk, koriander, kukorica napraforgó. Zömében ezek teszik a termelt növények összetételét. A talajaink típusa az inkább ilyen réti agyag, aranyféle kötöttsége a 40-től a 80-ig megy, tehát vannak persztalaink is. Ennél a gépnél igazából azért ragadtunk le, mert nagyon sokat kipróbáltunk, volt szerencsénk hozzá, hogy kipróbáljuk ezeket saját talajinkon, de úgy gondolom, hogy egy jó választást sikerült ez mellé letennünk, mert mind az erőgépünk, mind a talajtípusunkhoz ez nagyon jól igazodik, ez a gép. Nagyobb lett a területteljesítményünk, jobb lett a munkaminőség, gyakorlatilag csak pozitívuman tudok erről a gépről megnyilvánulni. A gépet azt az Agrobékéstől kaptuk, ott nagyon régi kapcsolat van már Grósz Gabiékkal, meg volt a bizalom, úgy gondolom, de örülünk is neki, mert nagyon örülünk ennek a szerkezetnek, hogy nálunk is jól működik. Volt szerencsénk most az időjárási viszonyok között többféle, azt mondom, hogy talajállapot között kipróbálnunk, mert az elmúlt héten több mint 35 mm csapadékunk esett, ennek ellenére napraforgó tarlón is már most tudtunk vele menni. Nem azt mondom, hogy ideális volt a talajállapot, de annak ellenére nem ragadtak be a hengerei. A tárcsák azok tudják tartani a kellő munkamélységet, azt vettük észre. Egyszerűen lehet kezelni, a munkamélység beállítása az nagyon-nagyon egyszerű, nagyon traktorbarát, vagy traktoros barát. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a tárcsával az ilyen tarlóhántási munkáinkat, aprítást vagy magátkészítést ősszel meg tudjuk oldani teljesen tökéletesen. Tehát most a gép, ahogy ide került hozzánk, rögtön búza tarlón kezdtük el húzni. Az átlag mélység az szerintem egy ilyen 12 cm, 10-12 cm között megvolt. Ezzel a géppel, ezzel a Steigerrel tudtuk húzni 12-13 km per órával, és így a fogyasztás ilyen 5 liter per hektárra jött ki. Úgyhogy ez maximálisan meg vagyunk vele elégedve. Jó munkát tudtunk vele és időbe. Most volt szerencsénk napraforgó tarlón kipróbálni. A félelmek ellenére itt is pozitív csalódás volt, tehát a nagy szártömeg ellenére, meg agresszív szártömeg ellenére is nem tömődött el a henger, a társasorok is tökéletesen aprítottak, úgyhogy itt is jól bizonyított.